vannak a levelek? Loa, tényleg elfelejtetted behozni, mi? A néni, aki nálunk lakik, ő a nagymamám. Pedig nincs sok dolgod. Vagyis a nagynéni, távoli rokon. Megmondtam, hogy itt akarom látni a leveleket, ha hazaérek. Vagyis mindkettő. Mondtam, vagy nem mondtam. Nincs munkája, ezért ő vigyáz. Nehéz? Rá. Nehéz feladatnak nem, tűnik, nem Lola. Nem lenne muszáj dolgoznia, csak nagyon szeret. Erre még egy degenerált hülye is képes. Nagyon szeret főzni például. Beleszakadunk a dunyába, a munkába, hogy valahogy eltartsuk ezt a kurva családot. Nagyon szeret engem. És akkor van pofád pénzt követelni tőlünk? Hát mire feladjunk kicsit, neked bármiféle fizetést? Kicsit kiabálni kell vele, mert süket. Nem szégyeled magad, nem csinálsz semmit, és azt várod, hogy mi tartsuk el a te családodat. Elég sok mindent elfelejt. Ha rendesen dolgoznál, akkor talán adnánk pénzt. De mindig megbocsátunk neki, mert... Ne bőgj. Tudom, hogy hálás vagy. És tudod, miért vagy hálás? Mert családtag. Mert segítünk neked azzá válni, aminek az Isten megfelel.